Meghívót kaptunk május 26-ára a Magyar Autóklub tiszafüredi szervizpontjának ünnepélyes megnyitójára. A közelmúltban elvégzett munkák eredményeként kibővült a tiszafüredi műszaki állomás, illetve megtörtént a telephely vizsga és szervizponttá történő fejlesztése. Szeretettel köszöntöm dr. Kovács Zoltán főtitkár urat itt Tiszafüreden, és van miről beszélgetnünk természetesen. Ha megengedi, először magáról az autóklubról, magáról a szervezetről, a működéséről talán keveset tudunk és keveset szóltunk mostanában. Kérek egy rövid összefoglalót, mi mindent csinál az Egyesület? Igen. Hát a Magyar Autóklub európai szinten az egyik legrégebben alapított klub, egyesület, tehát a törvényes működésünk, az egyesületi törvény, ami alapvetően meghatározza, a felépítésünk is ennek megfelel. Ez egyébként 1900-ba került így megalakításra. Elődeink által persze akkor kevesebb autó volt Magyarországon. Egyrészt, másrészt pedig hát mondjuk úri huncutságnak számított még azért a gépkocsi tulajdonlása, és a gépkocsival való hát elég babrás közlekedés, hiszen se benzinkúthálózat nem volt, úthálózat is eléggé esetleges, illetőleg nem a gépkocsik számára készültek, tehát akkor még nagy ritkaság volt mondjuk defekt nélkül elmenni A-ból B-be, nem hosszú távra gondolok, csak néhány kilométert, hiszen a lovaskocsik jártak. A legelső autók előtt még zászlós embernek kellett mennie Budapesten például, szóval elég érdekes a sztori. 1900-ban, tehát most az idén novemberben leszünk, november 30-án 115 éves egyébként. Az élet, Magyar Autóklub élete során több ciklus volt. Ugye volt egy jelentős fejlődés, amit nyilvánvalóan a második világháború, egyáltalán a 30-as évek gazdasági válsága, aztán megtört egy kicsit, a második világháború meg pláne. Aztán azt követően pedig a magánautókat rekvirálták magyarul, azt a párat, ami egyébként megmaradt, és gyakorlatilag az 50-es években pedig magánautózásról hát nem is nagyon volt szó, nem is lehetett autót birtokolni. 1962-ben volt egyfajta olyan könnyítés, hogy már külön engedély nélkül, hát aki hozzá tudott jutni, az mondjuk vehetett akkor gépkocsit, de elsősorban a korabeli gyártmányok, tehát a Skoda, Moszkvics, Wartburg, és még a Trabantnak is az elődje volt. Ma már azt mondjuk, hogy ez az őskor. Ez az őskor, és tulajdonképpen a Magyarországon a közúti motorizáció, tehát az automobilizmus fejlődése az a 70-es években datálódik, amikor egy rohamos fejlődés indult meg. Valamennyi hozzátartozó feltételnek a fejlesztésével egyidejűleg, tehát nem csak gépkocsik kerültek beállításra, hanem ugye az úthálózatot is, hát az akkori lehetőségeknek megfelelően értelemszerűen fejlesztették. De azért mindenki emlékszik rá, hogy mondjuk csak sokáig, csak Martonvásárig volt egy kis pici kis autópálya, hogy megmutatni, hogy egyébként hogy néz neki egy autópálya, és az sokáig tartott, aztán ugye egy nyomvonallal Balatonig elért, aztán még két nyomvonal lett, vagy az M1-es, ugye Győr-Hegyesalom irányába. Ön nagyon szépen összefoglalja nekünk a gépkocsi és az úthálózat fejlődésének a történetét. Hát hozzátartozik, mert aztán javítóipar, ugye emlékszik mindenki, egy nagyon szűk keresztmetszet volt a javítás, tehát mindenki igyekezett oda menni, ahol egyébként aranykezű mesterek valamit tudtak kezdeni, különösen aztán az alkatrészhiány tekintetére. Na most ez volt az az időszak, amikor mondjuk így, hogy a közép-kelet-európai klubok felismerve ennek az igényét, meg az autósok általi hát követeléseknek eleget téve, rohamos tagság növekedése mellett elkezdték fejleszteni a műszaki hálózatot. Tehát magyarul azt felismerték a klubok, hogy itt szükség van egyfajta kiegészítése, hiszen az állam által működtetett, annak idején, hogy az autófenntartó ipari trösztnek hívták nagyképűen, hogy az AFIT, tehát az nagyon szűk kapacitás volt, nagyon sok szövetkezet is aztán végzett javítást, és a Magyar Autóklub is egy jelentős hálózatot épített ki, amelyek hát gyakorlatilag menet közben nyilván a saját erőből amennyire lehet korszerűsítésre kerültek, de hát ugye a mai technikával nem lehet összehasonlítani más. Jelenleg mi az Autóklub 3-4 legfontosabb tevékenysége? Mindenek előtt nem kisebbítve most a műszaki jelentőségét, a műszaki tevékenységnek, hát a legelső az országúti segélyszolgálat. Tehát ugye a sárga angyalként mindenki ismeri, ez éjjel-nappal 24 órán az nap, tehát az év 365 napjában. Ez egy nagyon jelentős, nem csak a klubtagságnak végzünk, hanem, és ezt kevesen tudják, több mint 430 ezer olyan autós rendszámot tartunk nyilván, aki ha vesz egy több 20 márkát körülbelül sorolhatnék, egy olyan típusú gépkocsit,
akkor ahhoz kap egy úgynevezett asszisztens szolgáltatás csomagot. Tehát, hogyha baj van a közúton, akkor ő fölhív egy számot, és akkor bejelentkezik a Magyar Autóklub diszpécser központja vagy call centere a vevő kívánsága szerint, tehát márkát is mondhat még, hogy jó napot kívánok, X márka asszisztens. Ezt kevesen tudják, de ez ott csörög a Magyar Autóklubnál. A sárgangyos szolgáltatásban hány ember és hány autó áll rendelkezik? Pillanatnyilag olyan 56 autóval vagyunk kint a éjjel-nappal az utakon, de 50 az mondjuk mindenképp, éjszaka nyilvánvalóan kevesebbel, az igény szerint, de gyakorlatilag egy előírás asszisztens szerződésekben mindenképpen, hogy általában 45 percen belül az ország bár melyik pontját el kell tudni érni. Ezt egyébként a tagsággal szembe is tartjuk. Mintegy 90 ezer klubtag van, és ennek a átstruktúrálódása is egyébként végbe ment az elmúlt 15-20 évben, hiszen az igények is egyre inkább eltérnek, ugye nem homogén az igény ma már, hanem mindenkinek más jellegű igényei vannak, mint ahogy a gépkocsi állomány is ma már a, mondjuk úgy, hogy a 20-30 ezer forintos régi kis Trabantól, ami már inkább muzeális jellegű, akkor már többet ér, ha jókarban van, egészen a sok 10 milliós autóikig terjed, tehát más az igény, erre nekünk fel kell készülni. Tehát az egyik a segélyszolgált, egy másik, az asszisztens egy ilyen másik nagy, aztán idegenforgalommal is foglalkozunk egyébként, tehát van 11 turisztikai irodánk, egy Club Travel néven, de az Osztrák Autóklubbal van egy közös KFT-nk egyébként, ami pedig határállomáson végez mindenféle ilyen pénzváltási, meg egyéb tevékenységet, hát valamikor még a Mervestájra mindenki emlékszik, Rükestátum volt, tehát visszatérítés ezzel is, de egyébként utazással is utazásokat szervezünk, elsősorban autós turisztikára fókuszálva, meg autóbuszokra, értelemszerűen a környező országokra kiterjedően, tehát nem repülős utak elsősorban. De érdekességként megemlíteném, hogy például a Deutsche Bahnnak mi vagyunk ugyancsak képviselői Magyarországon. Tehát repülőjegyet is foglalni lehet nálunk, meg vasúti jegyet is egyébként, tehát egy eléggé komplex továbbjutást biztosítunk. Érdekvédelmi tevékenység? Ez a következő a tagság számára, hogy a jogi érdekvédelmi tevékenység, tehát jogi tanácsadást az a klubtagsági kártya magában foglalja, az ingyenes jogi tanácsadást, ugye ma már nem kell mondanom, valaki elmegy egy ügyvédhez, azért az nem két fillér. A jogi képviselet egy másik kategória, tehát az már másik eset, de a jogi tanácsadást ingyenesen végezzük. És akkor most kanyarodnék tulajdonképpen arra az egyik nagy területre, ami sok milliárdos forgalmat biztosít a Magyar Autóklub számára, illetve sok százezer ügyfélnek állunk rendelkezésére. Az országban 46 műszaki állomással rendelkezünk pillanatnyilag. Az utóbbi 8-9 évben eddig 9 műszaki bázist avattunk. Ezek újak, újonnan készítettük őket, tehát úgynevezett zöldmezősre, a mai igényeknek megfelelően ma, ami értelemszerűen más, mint korábban volt, hiszen ma már a diagnosztika, az elektronika betörésével egyre inkább súlypontivá válik. Egyre kevésbé, hogy így mondjam, idézelben bütykölhetők az autók, hanem inkább ma már alkatrész cseréről van szó, és beépítésről szó. Ma már nem elég egy csavarhúzó, meg egy kalapács. Hát így, ahogy szokták mondani, igen, hogy ma már ez nem. Ma már inkább egy komputer diagnosztika van, amit oda kell, be kell dugni, és akkor tulajdonképpen egy hiba kiolvasás történik. És az új bázisoknál ez már így működik, és ami most itt Tiszafüreden örömmel tölt el minket, hogy itt is egy olyan bővítés, tehát egy gyakorlatilag megduplázzuk a kapacitást, illetőleg új tevékenységeknek a bevezetését is lehetővé tesszük. Itt mintegy 50 millió forint értékben, tehát nettó 35 millió forintot fordítottunk ide a bázisnak a bővítésére, illetőleg a korszerűsítésére is, mert csak megemlítem, hogy például a fűtést, ugye egységes megjelenést igyekeztünk azért a két épület összekapcsolásával biztosítani. Fűtésnél is ugyan a gázfűtés megmarad, de ezzel a fekete sugárzóval, ami olyan 30-40 százalékkal hatékonyabban biztosítja az épületek fűtését. Új műszerek, új szerszámok kerültek beszerzésre, így például a klímatisztítást, klímatöltést itt tudunk majd végezni a jövőbe, illetőleg egy nemzetközi céggel, partneri kapcsolatban állva, őtőlük a know-how technológiát vásárolva azt a színvonalat tudjuk, amit egy korszerű márka független javítató ma meg tud csinálni. Mennyire tekinti korszerűnek ezt a műszaki állomást? Ez most teljesen korszerű, tehát gyakorlatilag a technológia, ami itt bent van, azt kell mondjam, hogy
az nem különbözik semmiben sem, akár egy márkaszerviztől sem. Úgyhogy gyakorlatilag az autósok számára ez rendelkezésre áll, klubtagoknak értelemszerűen kedvezményesen, de egyébként a rezsióra díjunk az a piaci rezsiórának körülbelül a kétharmada. Tehát miután a Magyar Autóklub egy non-profit szervezet, ami nem azt jelenti, hogy veszteségesen kell működni természetesen. Természetesen önök is érdekel az, hogy gyereség. De gyakorlatilag azt a hasznot, ami keletkezik a tevékenységünk során, azt igazából visszaforgatjuk az alaptevékenység ellátására, tehát hogy a tagság számára szolgáltatásokat végezzünk és bővítsünk. És ráadásul mondjuk úgy, hogy versenyképes áron, és még hozzáteszem, hogy természetesen garanciát adva a munkánkra. A Magyar Autóklub nagyon sokat fordít egyébként a munkatársai képzésére, tehát mind a műszakos kollégáink számára, mind pedig a segélyszolgálati kollégáink számára, úgy mondjam, a topon kell lenniük, hisz nem megengedhető, hogy, és ez ma egyébként nem olyan egyszerű, mint valamikor, amikor 4-5 típus volt, hanem ugye ma már nem tudom, sok tucat márkának a sok száz típusáról van szó, tehát ma már tényleg úgy kell kezdeni mindent komputerről, hogy alvásszám, motorszám, hiszen a gyártók menet közben módosítanak sok mindent, és ezt minden évben nekünk tanfolyamon, segélyszolgálatosan például 6 héten keresztül folyamatosan oktatjuk, részben gyári szerelők igénybevételével, illetőleg mi tőlünk is mennek ki úgynevezett vezető szerelők, akik aztán házon belül oktatást megtartják. Ez ugyanúgy vonatkozik a műszakos kollégáinkra is. Mi a következő feladata, esetleg következő új állomását? Hát készülőben van, még nincs ennyire kész, de körülbelül 2 hónap múlva a kőszegi állomásnak úgy szintén egy ilyen bővítése. Mondhatnám, hogy tulajdonképpen nagyjából ennek megfelelően, ahogy itt Tiszafüreden is ez megtörtént, ott is egy bővítés, 2 új állás, mint ahogy itt is sor került arra, úgyhogy gyakorlatilag azt a fajta javítási tevékenységet, amit úgy gondoltunk néhány évvel ezelőtt, hogy igazából igény van rá, hiszen nagyon sokak számára nem megfizethető a márkakereskedések által kért, sok esetben a 10.000 forintot meghaladó rezsióra díj. Ez márkától függően lehet egészen 15, még 20.000 is bizonyos márkáknál. De azt veszük észre egyébként, hogy ahol ott vagyunk, ott azért a konkurencia is mérsékli az árait. Tehát ennek van egy másodlagos hatása is, hogy egyrészt minálunk olcsóbb lehet, másrészt viszont kénytelenek lejjebb vinni az áraikat. Ez ilyen szempontból a konkurencia tekintetében nem népszerű, hogy így mondjam, hiszen miután ez a másodlagos hatás, ez megint van a magyar autó. Az autósoknak ez népszerű. Autósoknál népszerű, és ezt tulajdonképpen egy 4-5 évvel ezelőtt kezdtük el. Sokan kétkedtek, hogy minek ez, hiszen túlkapacitás van. Ugye mindenki tudja, hogy volt valamikor 1300 márka kereskedés, ma már talán 4-500 között van. Ez is koncentrálódott egyébként, a tulajdonosok száma még annyi sincs, mert azért akik időben kezdték, és nem később, mondjuk ne vagy Isten svájci hitellel hoztak létre egy ilyen állomást, tehát azok már bedőltek, amikor az országba járkál az ember, akkor bizony látja azt, hogy nagyon szép üvegpaloták épültek, és a gaz felveri az udvart, mert be kellett zárják, hiszen csődbe mentek, tehát tönkrementek, és ugye ezért óvtak minket, mi pedig azt gondoltuk, hogy igen, van az a piaci rés, amikor nem egy sufni szervizbe akar valaki számla nélkül, garancia nélkül javítást vagy karbantartást végeztetni, akár egy olajcseréről legyen szó, hanem ellenőrzött minőségi alkatrészekkel, minőségi munkát számlával és garanciával. És az élet azt bizonyítja, hogy ez működik, ma már ez sok százmilliós cél szerinti bevétel az autóklubnak. És csináltunk most az autóklubnak egy kis reklámot. Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok a fejlesztéshez. Én is köszönöm szépen. A felújított és megszépült épület átadása kapcsán egy akcióról tudunk beszámolni a televízió nézőjének. Bemutatom Benke Csaba üzletági igazgatót. Mi az akció lényege? Az akcióval azért szeretünk volna előrukkolni, hogy a Tiszafürediét a környék lakosainak kedveskedjünk, illetve az akcióval behívjuk az új műszaki bázisunkra. Az akció lényege az volna, hogy 2015. június 30-áig minden műszaki vizsgáztatással kapcsolatos szolgáltatásunkat 50%-os áron biztosítjuk az ügyfeleknek, sőt azok, akik ezt a lehetőséget igénybe veszik,
azok a 2015. december 31-ig a másik 50%-os kedvezményt szervisszolgáltatásból is igénybe tudják venni. Ez nyilván bizonyos feltételek mellett, ami a honlapunkon elérhető, de összességében azt lehet mondani, hogy aki június végéig műszaki vizsgára elhozza járművét a Magyar Autóklubhoz, az még az 50%-os áron kapja meg ezt a szolgáltatást, és évvégéig a másik 50%-ot is szervisszolgáltatásba kedvezményként megkaphatja. Ezeket a feltételeket gondolom az ügyfelek meghallják akkor, hogyha ide eljönnek, érdeklődnek, illetve magukkal hozzák a kocsit. Igen, elsőben javaslom azt, hogy az a legcélra vezető és a legpontosabb, hogyha az ügyfelek itt helyben érdeklődnek, akár személyesen, akár telefonon, de egyébként az a Magyar Autónak a honlapján is erről a részleteket el lehet olvasni. Köszönjük szépen a tájékoztatást, ez egy nagyon jó hír a számunkra. Mi megvárjuk szeretettel az ügyfeleket, köszönjük szépen!